Tisztelt polgármester úr, ismét egy külső helyszínen találkozunk. Hol vagyunk most? Igen, itt a János utcai napközis tábor, illetve kulturális központ udvarán vagyunk, ugyanis az idei katasztrófa védelmi verseny díjkiosztója következik nem sokára, már számol a zsűri, írják a emléklapokat, úgyhogy itt ismételten megint jól sikerült, amennyire én hallottam a fiataloktól ez a verseny, és akkor megint lesz egy kerületi, aki képviselti a budapesti versenyen majd a kerületet. Ugye ezt minden évben megrendezik, és a 16. kerületi különítmény mindig Budapesten igen jó szokott szerepelni, valószínűleg azért, mert jó a felkészítés itt a helyi tanárok részéről, úgyhogy én bízom benne, hogy ez másképp, nem lesz másképp idén sem, 2019-ben. És mi minden történt mostanában? Hát a legutóbb ugye talán a szemétszedésen találkoztunk, ugye ez a második kertvárosi nagytakarítás egy nagyon jó sikerült akció volt, több mint 2000 köbméter szemetet szedtünk össze, ugye ebben benne van a lakosság által összeszedett szemét is, meg a különböző helyszíneken a teszed akció keretében, illetve a mezei őrszolgálat, kerületgazdaszolgáltató szervezet, önkormányzat dolgozói, tehát mindenki, aki szedte a szemetet, ennyit szedtünk össze. Meg is kellett hosszabbítani egy héttel ezt az akciót, mert annyi helyen volt még szemét, és sokan jelentkeztek, úgyhogy nagyon remélem, hogy majd ezt tudjuk ősszel is esetleg megismételni. Minden esetre nagyot tisztult a kerület, de van még mit összeszedni majd még a jövőben is. És további események? Ó, rengeteg minden történt. Voltam két hete szombaton, talán pont a interjú után indultam a Kishegyes testvérvárosunkba, ahol ugye Kishegyes egész hetes ünnepséget tartottak Kishegyesnek a születésnapja alkalmából, kerek évfordulót ünnepeltek, és én egy emléktábla leleplezésen voltam, ugye az első világháború befejezésének is ugye évfordulója volt, és a kishegyesi hősöknek az emléktábláját leplezték le, és ezen erre az ünnepségre hívtak engem is, illetve a 16. kerületet, és akkor voltam ott. Aztán ezen kívül volt fővárosi közgyűlés, ami abból a szempontból érdekes, hogy született ott egy olyan döntés, ami a Pálya utca környékének lakóinak már régi problémája. Ugye ott van a fővárosi rendészeti igazgatóságnak a telephelye, a régi idősek otthon a helyén, és oda szállítják be azokat az autókat, ahol Budapest szerte mindenhol, ahol összeszedik őket, és akkor hát ez elég nagy forgalmat generál, meg nehéz ott parkolni, meg nagy zaj és porral jár ez. És hosszú hónapok küzdelme után végre döntött a fővárosi közgyűlés, hogy ezt a funkciót innen elhelyezi a 10. kerületbe. Ugye ez most a döntés megszületett, hát innen már csak a napi apró munka van, hogy ott ki kell alakítani egy jó helyet, majd innen át kell költöztetni őket, úgyhogy szerintem nyár közepére, esetleg végére megoldódik. Maga a Föri marad itt, tehát telephelye irodái lesznek, de a ellopott autók már nem itt lesznek. Aztán ezen kívül számos fontos dolog történt a helyi civilek életében is. Ugye a Ikarus Sport Egyesületnek tisztújító közgyűlése volt, ami igazából formalitás volt, ahogy én ott néztem, mert ugyanazokat választották meg, akik korábban voltak, vagy hát akik nem vállaltak helyett, választottak új embereket, illetve az Összefogás Lakásszövetkezetnek is volt küldött gyűlése, ahol az elején csak azért voltam ott, hogy tájékoztassam a lakókat arról, hogy egy új támogatási formát fog várhatóan az áprilisi közgyűlés vagy kerületi képviselőtestületülés elfogadni. Ugye jelenleg úgy támogatjuk a lakótelepi lakások felújítását, hogyha van állami támogatás vagy pályázat, akkor ahhoz lehet csatlakozni, és akkor ott az önkormányzat egy 25%-nyi önerővel belép. Na most azt szeretnénk, hogyha ez akkor is lenne, amikor nincsen állami pályázat, hanem csak a lakók szeretnének jelentkezni, akkor is fogunk adni maximum 25%-nyi támogatást. Erről rendeletet kell alkotnunk, Abonyi János képviselő kezdeményezte ezt, és akkor ez majd remélhetőleg elfogadja a képviselőtestület, és akkor utána elindul ez a program, úgyhogy lesz majd nyáron, ősszel már ilyen támogatásra lehet majd pályázni az önkormányzathoz. Aztán ezen kívül voltam 95 éves születésnapján Julianna néninél, aki remek erőben van, és szerintem simán a 100-at is meg fogja élni, úgyhogy a hosszú élettitkát ő is abban jelölte meg, hogy fontos a egészséges táplálkozás, meg a fizikai munka. Úgyhogy talán ebben mindig összecsengenek a különböző vélemények. Aztán ezen kívül voltam a galambászok éves tavalyi évet lezáró ünnepségén, ahol kiosztották a tavalyi évről szóló
galambreptető verseny, vagy nem tudom, hogy kell ezt szakszerűen kimondani, tehát azoknak a versenyeknek a díját adója, és hál' Istennek a 16. kerületben rengeteg jó galambász van, és ezekről a versenyekről rengeteg díjat elhoztak, úgyhogy ennek volt egy kis átadó ünnepsége. Ezen kívül 10 éves lett a Kertvárosi Vívó Egyesület, ugye ez arról is íres, hogy a Erzsébet-ligetben van a központjuk, amit ők most már csak szerényen Vívó Palotának hívnak, mert hogy olyan szép az ő elmondásuk szerint, nekem is egyébként nagyon tetszik. 10 éves lett az egyesület, ahol ugye a Decsi család úgymond a favorit, a Decsi András, mint a válogatott magyar kardválogatott edzője, a Decsi Tamás, mint a magyar kardválogatottnak a tagja, illetve a István, az édesapjuk ugye a mesteredzők, de nagyon tehetséges fiatalokat nevelnek, Kern Bianca vagy Báken Mátyásról tudok említést tenni, akik a korosztályban kiemelkedőt országos, sőt Európa bajnoki címig vitték, úgyhogy nagy öröm számunkra, hogy itt a Kertvárosban van egy ilyen vívó egyesület, és ezzel színesítik a kerületben elérhető sportoknak a palettáját, ráadásul nem is akárhogyan. Volt szerencsém lenni diákolimpián nem olyan régen vívásban, és hát ott, amikor látták, hogy kertvárosi vívó, akkor tudták, hogy nekik már sok esélyük nincsen, úgyhogy messzeföldön híres a mi Kertvárosi Vívó Egyesületünk. Aztán volt egy nagyon örömteli esemény, a Csinszka utcai óvoda udvarának a tavalyi évben még maradt egy kis pénz a fejlesztési kereten, és ezt erre az óvoda udvarnak a fejlesztésére egy kis műfűves focipálya, ovi focipálya kialakítására, meg ott a homokozónak a rendbetételére fordította az önkormányzat, és ennek volt egy átadó ünnepsége, aminek én azt látom, hogy gyerekek nagyon örülnek neki, rengeteget fociznak, nem is gondoltam volna, hogy az óvodások is ilyen jól tudnak focizni, szerintem mindegyik rúgott nekem gólt, úgyhogy nagyszerű élmény volt, jó volt ott lenni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!